Az MPS célja a kisebbségi érdekvédelem, hiszen, ahogy Rátszabó László pártelnök megfogalmazta, a 20 év alatt nem sikerült komoly, áttörő eredményt elérni a kisebbségvédelemben. Szerinte egyedülálló, hogy több nemzetiségű, de kisebbségben élő pártok kössenek együttműködési szerződést és induljanak a választásokon. Rátszabó László a Közügyek című műsorunkban beszélt a párt programjáról is. Hogy megszületett a program, ez egy olyan közös program, amelyben összefésültük azokat az elképzeléseket, amelyek a különböző pártokban, a négy pártban megjelent. És hadd mondjak azért csak néhány gondolatot címszavakba, természetesen másra nem lesz időnk, mint amilyen a personális autonómia, a területi önrendelkezés és a területi autonómiáról biztosan sokat tudnak. Gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ez az, ami képes megmenteni a vajdasági magyarságot. A koalíciós lista 5. helye a magyaroké. A pártelnök szerint a köztársasági parlamenti választásokon koalíciójuk vélhetően megszerzi az 5 mandátumot.